Hőszállítás a legmagasabb hatékonysággal, ezt hirdette ez a plakát azon a szakmai eseményen, amelyet pénteken rendeztek Nyíregyházán. Mint a 14. regionális távhőkonferenciát megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, a Nyírtávhő Kft. Tevékenysége kulcsfontosságú a város lakosságának és intézményeinek hőenergia ellátásában. A vállalat átlagos fűtési szezon tudhat maga mögött, hiszen annak ellenére, hogy a tavasz nagyon elhúzódott, a tél enyhébb volt a megszokottnál. A fogyasztóknak így utólag már nem kell plusz befizetésre számítaniuk. A Nyírtávhőnél egyébként az elmúlt egy évben is több fontos fejlesztés valósult meg. Tavaly évben távfűtési vezetéket lehelyeztünk a Bújtosi erdőben, itt közel 400 méter nyomvonalban, modern városképet kialakítva, illetve növelve az üzembiztonságot. Ezen túl voltak fogyasztói rákapcsolások, hőközpont felújítások, amelyek nyilván az idei tervünkben is ilyen nagy volumenben szerepelnek. Emellett más jelentős beruházást is terveznek a közeljövőben az országos, sőt európai viszonylatban is kiemelkedő negyedik generációs szolgáltatónak számító cégnél. Az egyik legnagyobb beruházásunk lesz az úszodának a bekötése, az jelen pillanatban is folyik, ott egy távfűtési vezeték kiváltás folyik. Jelen pillanat is szigetüzemben működik Örökösföld. Ez lesz a legnagyobb munkánk, ezt valamikor a jövő hét után, holó héten kezdjük el. Ezen túl nyilvánvalóan rendszeren egyéb helyeken is végezzük, például a Bethlen Gábor utcán július 1-től az Emon székház környékén csinálunk nagyobb felújítást. A cég egyfajta szimbiózisban működik a megye székhelyjel, hiszen a lakosok közel 40%-a használ távhőt. Az is fontos cél, hogy Nyíregyháza levegője egészségesebb legyen, ez a fajta szolgáltatás ehhez is hozzájárul. A város polgármestere kiemelte, az önkormányzati épületek felújítása energiamegtakarítást is eredményez. Mindezek azonban komoly követelményeket támasztanak a nyírtávhővel szemben. Kiemelt szempont az ügyfélbarát szolgáltatás, az elérhetőség, a transzparencia, a megújuló energia használata, ugye ez is megtörtént az utóbbi években, napelemek vannak még az irodaházon is, és az, hogy megfizethető áron, leghatékonyabb, legmodernebb, legtisztább hőszolgáltatást nyújtson. A pénteki konferencián, amelyen a szakma képviselői mellett elsősorban a társvállalatok vezetői vettek részt, előadások keretében járták körül az energiahatékony távhőfejlesztés témakörét és a szektor aktuális kérdéseit. Ezekhez kapcsolódik a zöld, megfizethető szolgáltatási stratégia és a modern városok távhőszolgáltatásának létrehozása, fenntartása is. A Nyírtávhő ehhez illeszkedve folyamatosan újítja, korszerűsíti rendszerét, olyan újításokat vezetett be az elmúlt években, mint az okos mérés és költségmegosztás.